És ahogy ígértük, most kiderül, hogy mi az, amire rendkívül módon oda kell figyelnünk, annak érdekében, hogy ne romoljék a gyermek tanulmányi eredménye. Mi az, ami ronthatja? Az immunrendszer jelentős mértékben befolyásolhatja az agy tápanyagellátását, mégpedig úgy, hogyha egy gyermek gyakran betegszik meg, nehezebben jön ki a betegségekből, akkor sérülhet az agy tápanyagellátása, hiszen ilyenkor a gyermek kevesebbet eszik, és egy fejlődő agy számára ez maradandó károsodásokat okozhat. A másik összefüggés az a paraszimpatikus idegrendszerrel függ össze, vagy abban keresendő. Bizonyos agyterületeknek a mesterséges aktiválásával, ez a prefrontális kortex egyébként, sikerült az agresszióra való hajlamot jelentős mértékben csökkenteni látszólag egészséges embereknél. És az arra világít rá, hogy a paraszimpatikus idegrendszer szabályzásával, aktivitásának növelésével helyre lehet állítani az egészséges agyműködést, a megfelelő mennyiségű alvás. Ha zöld környezetet nézünk, akkor is aktiválódik a paraszimpatikus idegrendszer. Hogyha testmozgást növeljük, az is aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert. A gyógygombák is befolyásolják a poliszaharidok révén az egészséges B-baktériumoknak a kialakulását, és ezek az egészséges B-baktériumok olyan anyagokat bocsátanak ki a szervezetben, amik szabályozzák az agyműködést, nyugtatnak például. És ez növelheti a koncentrációkészséget, és a tanulási problémákat jelentős mértékben csökkentheti. Általában az egészséges életmódnak, az egészséges immunrendszernek van egy intelligencia növelő hatása gyermekeknél hosszú távon.